méghozzá jogállamisági eljárással ugye elindított a Brüsszel, mindjárt megnézzük, hogy ez... Volt erről ugye a sajtó szemlében szó, de hogy ez mi a túrót jelentés, ez mennyibe fog fájni? Leginkább ezt fogjuk végigbeszélni Weinhardt Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzővel. Szerbusz, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Kívánok, köszöntöm a hallgatókat is! No, ez a jogállamisági eljárás, vagy jogállamisági mechanizmus, ez micsoda, mi a baj Magyarországgal, hogy megindították ezt az eljárást? Ez egy régóta készülő ügy, már másfél éve jogszabály van róla, és így, hogy most az Európai Bíróság is jóvá hagyta ezt a jogszabályt, összhangban találta az uniós keretekkel, ezért lép most az Európai Bizottság ebben az ügyben. Ez gyakorlatilag egy új eszköz az uniós tárházban arra, azoknak a problémáknak a kiigazítását célozza, hogy amikor az egyes tagállamokban olyan jogállamisági jellegű romlás történik, amely kellően szorosan összefügg az EU-s pénzek elosztásával, hogy akkor lépni tudjon a testület, és akár a pénzeknek a visszatartásával, nehogy Isten a levágásával, úgymond magatartás módosításra tudja kényszeríteni az adott tagállami kormány. Gyakorlatilag ez az egésznek a lényege. Igen. Ez ilyen két kérdés van, ugye a magyar kormány azt mondogatja, hogy az a probléma ezzel az egész dologgal, hogy ez egy valamilyen gubi jogszabály, nincs ez pontosan leírva, hogy akkor ki, mi ellen, mikor vét, akkor, ha ezt megindítják, ez az egyik. A másik pedig, hogy mondanál példát arra a vonatkozást, hogy mi az, ami mondjuk a hírek szerint úgy tűnik, hogy kiválthat egy ilyen mechanizmusnak a beindulását? Ugye az, hogy mennyire gumi jogszabály, hát ez ugye nyilván részben értelmezés kérdése, másrészt van egy uniós rendelet, amit jóvá hagytak a tagállamok minősített többséggel. Uh-huh. Ezt a magyar kormány és a lengyel megvétózta 2020 decemberében, de mivel nem volt egyhangúsági kötelezettség, ezért ez teljesen mindegy volt. Másrészt az Európai Bíróság jóvá hagyta ezt a rendeletet most a február 16-i döntésében, innentől kezdve semmilyen jogi probléma és értelmezési bizonytalanság nincs. Ráadásul a bíróságnak volt egy 150 oldal körüli értelmező rendelkezése, illetve ezt követően az Európai Bizottságnak egy több mint 50 oldalas ilyen iránymutatása, hogy hogyan akarja majd ezt alkalmazni. Tehát azt gondolom, hogy itthon is ezzel pontosan tisztában vannak a kormány környékén, hogy nagyjából mik azok a területek, amelyek ellen, vagy amelyeken indulhat ez egyelőre ilyen kérdezfelelek jellegű levelezgetési fázis, ami aztán akár a szankciók felé is haladhat, de ezt egyébként tegnap volt egy háttér tájékoztatója az Európai Bizottságnak, ezen én is részt vettem, és elég világosan elmondták a szakértők, ezt le is írtam az anyagban, hogy nem a szankcionálás a fő cél, hanem a megegyezés az, hogy olyan intézményrendszeri átalakítást tudjanak elérni itthon, amelyre gyakorlatilag több mint 10 év óta nem volt képes az Európai Bizottság, egyszerűen amiatt, amit említettem, hogy eszköztelen volt. Ugye voltak az elmúlt 10 évben is ugye úgymond pénzügyi korrekciós jellegű büntetések idézőjelben, de hát ugye ennek a gyakorlata az annyi volt, hogy amit a magyar kormány az adott fejlesztésre elkölteni tervezett, arra azt mondta a bizottság, hogy hát gyerekek, ez így nem jó, költsétek el másra, és nem volt belőle nettó forrásvesztés, és éppen emiatt nem volt olyan igazán intézményrendszeri változtatás kikényszerítő hatása, amelyet egyébként el akart volna érni az Európai Bizottság. Most viszont ezzel az eszközzel gyakorlatilag pontosan ezt kapta a kezébe, azaz, hogy egészen úgymond horizontális jelleggel, tehát az összes pénzáramlást átfogóan tud úgymond hatást gyakorolni arra, ha esetleg mondjuk visszatart pénzeket, hogy ezt az említett változtatási elképzelést ezt keresztül tudja vinni. Okay. Mi az esélye arra, hogy ez sikeres lesz már, mint a változtatások? Egyelőre azt tapasztaljuk, legalábbis a kommunikáció szintjén egy kicsit elbeszél egymás mellett a kormány és Brüsszel, de tegnap is rögtön erre reagálva Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter megint azt mondotta, ugye, hogy már pedig a gyermekvédelminek nevezett törvény és a nem tudom, a háború árát nem a magyar ember fogja megfizetni, amellett kitartanak, viszont Brüsszel meg pont nem ezeket feszegetni, vagy nem feltétlenül, hanem a korrupciós kérdésekre és ügyekre koncentrál. Tehát kicsit nem látni még azt, persze lehet, hogy ez csak a felület és a kommunikáció, hogy lesz majd ebből megoldás, vagy hogy lesz ebből valami konszenzus, vagy megegyezés.
Én azt gondolom, hogy lesz megegyezés. Tehát az nem igazán járható út, mert túl nagy a tét és túl nagy a potenciális veszteség a magyar államháztartás szempontjából, hogy gyakorlatilag nem lesz megegyezés, így nem indulnak el az új helyreállítási és új felzárkóztatási programok, illetve a régi, a 2014-20-as programból is gyakorlatilag még jó pár milliárd eurónk esetleg beragad. Tehát ez olyan út, amit nem gondolom, hogy be lehet vállalni. Tehát éppen ebből adódóan akkor egy másik forgatókönyv az. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mondjuk gyorsan lesz megegyezés. Aha. Tehát egyébként erre bármikor van mód. A következő két hónap során, ugye most két hónapos választadási határidőt kapott a kormány, ez június 27-én fog lejárni. Tehát én azt gondolom, hogy akár már akkor is lehet egy körvonalazódó megállapodás, de legalábbis a nyári hónapok során erre jelentős esélyt adok, hogy lesz ebből megállapodás, legalábbis legfelső szinten. Aztán, hogy ebből mikor válik ez igazából a külvilág számára nyilvánvalóvá, az lehet, hogy ebben kicsit később történik meg. De igazából ősz környékére eljuthatnak odáig a folyamatok, hogy ez egyre jobban látható, hogy mik azok a pontok, amelyeket itthon kiigazítanak, és ezért cserébe gyakorlatilag a pénzáramlások várhatóan majd megindulnak. Tehát gyakorlatilag milyen... van mindig mód megegyezésre ebbe a 9 hónapos igen. folyamat során. Akarat. Politikai akarat kell hozzá, igen. Milyen pénzeket blokkolnak, és mekkora összegről van szó? Ugye ezt mondták itt tegnap ezen az egyeztetésen is a szakértők, hogy nem ez a cél, hogy blokkolják, és ez egyébként is csak az eljárás legvégén lenne lehetőség. De gyakorlatilag minden pénzáramlásra kiterjedhet ez. És ezzel gyakorlatilag azt a típusú bizonytalanságot is kivették a rendszerből, hogy akkor ez most csak az új, tehát a 2021-27-es periódusnak a pénzeire értendő-e, illetve a helyreállítási forrásokra, vagy esetleg visszafelé nyúlunk, úgymond az múltba. Olyan szempontból nem visszafelé nyúlás ez, hogy ugye a rendelet hatályos 2021. január 1-e óta, csak nem alkalmazták eddig, és most ami a lényeg ebből, hogy minden pénzáramlás vagy kötelezettségvállalás, illetve kifizetés, amely 2021. január 1-e után történt, ezekre mind rá lehet húzni ezt az ügyet, és ami számomra is egyébként érdekes és meglepő volt ezen a tájékoztatón az, hogy ezek a bizottsági szakértők elég határozottan azt hangsúlyozták, hogy gyakorlatilag több mint 10 éve látják azokat az intézményrendszerit. Tehát magyarul hogyan osztjuk el itthon az uniós pénzeket, azoknak a kontroll és menedzsment folyamatai mennyire szabályszerűek, mennyire védik az uniós költségvetési érdeket, mennyire van ebben itthon részrehajlás, esetlegesen összeférhetetlenségi problémák, és hogyha valahol pedig nem úgy osztjuk el a pénzeket, ami ugye ezt az érdekvédelmet szolgálná, akkor így a bűnüldöző hatóságok mennyire kellően hatékonyan lépnek fel a problémáknak a felgöngyölítésében. Nagyjából ez az egésznek a gyökere. És azt látják, hogy gyakorlatilag itt 10 év óta érdemi javulás nincsen, és azt sugalták, hogy mivel erre statisztikai adataik vannak, és ezt ki tudják mutatni, hogy milyen pénzügyi érdeksérelem történhetett már az elmúlt 10 év során, és mivel ennek az új rendeletnek van egy ilyen preventív jellege is, hogy a jövőben védje az uniós költségvetést ettől az érdeksérüléstől, így gyakorlatilag azt sugalták, hogy lehet egy olyan módszertant kidolgozni, amivel a múltbeli adatokból és a múltbeli magyar gyakorlatból erőre lehet vetíteni azt, hogy ha nem változna az intézményrendszer, akkor milyen érdeksérelem érné az unió költségvetését. Tehát gyakorlatilag egyrészt lehetne szankcionálni a múltbeli, tehát a 14-20-as periódusból még nagyjából ki nem utalt 7 milliárd eurónkat, és mindezt rá lehetne húzni egy logikával a 21-27-es periódus összes pénzére is. És ez most egészen addig így megy, amíg ki nem talál valaki valami más módszert, ami megint 10 évig működik, mire szemet szúr, és a többi, de ez már csak írói munkásságom részeként. Én azt gondolom, hogy ez nem fog olyan hosszú távra elnyúlni, pont azért, amit említek és sugallok is, hogy itt hatalmas tétekről van szó. Tehát ezt nem lehet gyakorlatilag ugyanazzal a módszerrel folytatni, hogy valamit kitalálunk, és akkor esetleg így tessék-lássék, nagyjából elhiszik, és akkor utána megy minden tovább, mintha mi se történt volna. Ez nem fog működni. Uh-huh. Hát és hogyha mondom, valamikor, hogy... akkor most ráadásul nagyon kell az a pénz, amúgy is kell a fejlesztésekhez, a felzárkózáshoz, de most meg ráadásul nagyon kritikus a helyzet ahhoz, hogy most elkezdjenek esetleg szívoskodni Brüsszellel.
Pontosan, tehát azt gondolom, hogy itt a tárgyalásnak a felállása az nem az, hogy mi vagyunk erősebb helyzetben. Tehát, hogy ezért ez egy elég lényeges különbség. Az elmúlt 7 év során, igen, ugye nem tud, tehát hogy mivel nem jött ez az új eszköz jogilag még, ezért nem tudott a bizottság új eszközzel fellépni, a szokásos keretével, az eszközrendszerével tudott úgymond szankciókat kiszabni, de ahogy említettem, ennek nem volt nettó forrásvesztési hatása. Tehát a kiszemelt projektek helyett akkor kitaláltak itthon más projektet, és arra elköltöttük a pénzt. Tehát nem volt igazán fegyelmező eszköz ereje ennek az egész eddigi brüsszeli szabályrendszernek. Ez az új eszköz, ez egyre inkább úgy tűnik, hogy afelé halad. Itt ugye az egyik igazán kényes téma szerintem az Európai Ügyészséghez való csatlakozásnak a kérdése. Ez szerintem politikailag az egyik döntő tényező, az az, hogy van-e akarat, vagy nincs. Ha meg ehhez nem végsőkig ragaszkodik az Európai Bizottság, akkor az a nagy kérdés, hogy egy ilyen úgymond észt típusú mintára felállított itthoni korrupcióellenes hivatal, ügynökség, akármi, ez tud-e olyan intézményi garanciákat nyújtani, amelyet a bizottság elfogad, és így gyakorlatilag ez az ügy a nagyjából a megegyezés felé tud haladni. Világos. Szerintem ez az egyik kulcskérdés ebben az egész ügyhalmazban. Meglátjuk, hogyan alakulnak a tárgyalások, egyezkedések. Attila, nagyon köszönjük, hogy ezt átbeszéltük. Jó munkát, szép napot. Köszönöm én is. Szia. Köszönjük. Szia. Minden jót, sziasztok. Mennyhart Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével néztük meg, hogy mit is jelentett ez a jogállamisági eljárás Magyarország ellen. Sok jót nem. Hát sok jót nem egyenlő. Hallani is akartunk az Európai Ügyészségre. Igen. Úgyhogy én még nagyon nem érzem, hogy lesz ebből majd valamiféle megegyezés, de ahogy Attila is mondta, valamit muszáj, mert rettenetesen nagy pénzekről van szó, egy rettenetesen nehéz helyzetben. Megyünk tovább Czoller Andi híreivel, utána jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Csökkentünk, újra